sziasztok, és köszöntök itt újra mindenkit, visszatértünk egy újabb Space Dragons-os epizóddal, és azt hiszem sikerült rájönnem, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt a 3D nyomtatást, úgyhogy szerintem kezdjünk azzal, hogy lecraftolunk egy ilyen nyomtatót, és megnézzük, hogy hogyan működik együtt a számítógéppel, milyen modelleket tudunk esetleg kinyomtatni ide otthonra is. Szóval ez lesz a recept hozzá, és igazából minden meg is van, kivétel ez a valami itt a közepén. Ez egy Blaze Hopper, egy naturális crafting, aminek alapból nincsen receptje, ez valamiért bugos már 5 éve elvileg a Natura modban, viszont én most így utólag gyorsan hozzáadtam. Így néz ki a cucc, egyébként nem egy nagy dolog, és ezeknek a kombinációjából már pakolhatjuk is itt össze. Tök jó. Körén, te mit csinálsz te egyébként itt? Viszont Nudli, miért nem az etető helyeden vagy? Hát éhes vagy szomjas, vagy mi a fejnek? Fogyni akarsz, vagy mi itt a cél? Hát azért csináltam neked ezt a helyet, hogy Mr. Nudliból Mr. Dundi legyen. Tessék, ott is van. Jól megetetjük, elhízlaljuk, olyan vagyok, mint a nagymamám, csak én a görényeket hízlalok, vagy nem tudom. Tessék leülni, aztán meg szabálás van, meg kajálás van, még addig nem megyünk a pincébe, és újra telepítjük azt a Mine OS-t, amit múltkor nem tudtam sajnos megoldani. Viszont azóta érkeztek tőletek tippek, méghozzá egészen sok, és egészen jó. Úgyhogy egy-kettőt ki is próbáltam, és egyébként be is váltak. Az első problémám az volt, hogy nem tudok ilyen éjseleket tenni, mert kikressel a kép, de nem baj, mert igaz a Ctrl V-vel nem is, de a görgővel be lehet illeszteni parancsokat, és ugye ez az a véget parancs, amit az elmúlt epizódban beszéltünk, na ezzel elvileg már le tudja tölteni, és fel is tudja telepíteni a Mine OS-ünket. És itt is van, hát ez is kicsit ilyen bágosan működik, akkor ezek szerint lehet, hogy nektek is probléma lesz ezzel, akkor lehelyezem ezt a kódot a leírásba, és akkor azok alapján talán ti is tudjátok ezt telepíteni, hogyha el nem felejtem. Addig helyezzük le ide ezt a 3D printert, és akkor mindjárt használatba is fogjuk venni. Ugye van ez a holografikus kivetítőnk, ezzel majd megtervezzük, hogy milyen modellt szeretnénk mi magunk legyártani, vagy esetleg kinyomtatni. Itt a túloldalon pedig ki is tudjuk nyomtatni, és akkor kiválasztunk még egy nyelvet, viszont most nagyon vigyázok rá, hogy a nagy HDT-re telepítsem, tehát ahol sok hely van, mert hát nekem ez az újratelepítés inkább ugye azért kellett, hogy legyen még több tárhelyem, ahová majd le tudok tölteni applikációkat, és hát itt van bőven applikáció, szóval képernyő kímérők nem is kellenek. Igazából ezek a nyelvcsomagok sem kellenek, elég, hogyha csak a háttereket feltelepítjük. I accept this shit, ezt is elfogadjuk természetesen, és ameddig ezt települ, addig elkészítjük a tintapatronokat a 3D nyomtatóhoz, meg magát ezt az anyagot, amiből nyomtathat nekünk. Szóval a tintapatron egyébként nem lesz ám egy nagy cucc, így készül, ez az üres változata, és simán színezékekkel itt fel is tudjuk tölteni. Köszönöm szépen, most már csak akkor ez az anyag kell, ez a kamelium, nem tudom hogyan ejtik. Na mindegy, lesz ebből is nekünk bőven, bedobhatjuk mind a kettőt ide, és akkor fel is tölt valamennyit. Mondjuk egy kameliumból még készíthetnék szerintem. Na de mindegy, szerintem elkészült a telepítésünk, reboot, és akkor nézzük is, hogy mit tud. Itt is vannak az alap applikációk, és mindjárt le is fogunk tölteni még hozzá pluszokat, de akkor előtte megnézzük ezt a 3D nyomtatást, hogy hogyan is működik, szóval itt van hozzá maga a program. És akkor ezt össze lehet kötni ezzel a kivetítővel itt. Elég csak igazából egy kicsit belegörgetnem, és akkor már meg is jelenik itt a kivetítőn. Szóval, ahogy láthatjátok, az alapmodell, ami lehet gyakorolni a 3D tervezést, az egy ilyen Companion Cube. Hát ugye a portálból ez mindenki ismeri, hogyha ezeket itt rétegekre lebontjuk, akkor ez így néz ki. Szóval, hogy görgetek, így mennek előre a rétegek, és akkor láthatjuk, most éppen a közepénél tartok. Aztán, hogyha tovább megyek, akkor ez itt a vége. Ez egyébként itt a kinti rétegen látszik is, szóval ahol az a kék vonal van, éppen azt a réteget látom itt a monitoron belül. Kicsit visszább görgetek, mondjuk itt a 8. réteghez, akkor vagyunk itt pont a közepénél, és akkor ugye bármikor ide belejavítok, vagy belerajzolok, akkor ezeken így lehet változtatni. Megadni mondjuk színt, hogy mivel rajzoljak esetleg, vagy megadni textúrákat, hogy milyen textúrák jelenjenek meg. Hogyha én most ezt csak így kész állapotában ki szeretném nyomtatni, akkor csak simán elküldöm ide a nyomtatóba, és meg is csinálja nekünk. Itt is van az első modellünk, ezzel még nagyon sokat nem csináltunk, de egy tök jó kis Companion Cube, hát mennyire jó már. Oké, szóval valami ilyesmiket tudunk mi magunk is csinálni. A jobb klikkel, hogyha kijelölök egy ilyen színt, akkor azért látszik is, hogy most éppen ez van kijelölve, ezt tudom variálgatni, tehát mondjuk ezt újra rajzolhatom, hogy kicsit kisebb legyen, akkor ezért már látszik is, hogy kicsit kisebb is, viszont csak egy rétegben mozogtam, akkor itt tudom forgatni a dolgot. Igazából készítsük egy teljesen új modellt, létre is hozok egy új fájlt, és akkor az új fájlban pedig mondjuk meg azt szeretnék csinálni, egy ilyen sapkát. Elkezdem, hogy itt a 0. rétegen húzok egy ilyen csíkot, és akkor mondjuk a következőt, ezt így hozzá is tudom adni, a következő rétegnek pedig meg szeretném adni, hogy ez mondjuk itt a második helyen kezdődjön, és a karimája már mondjuk teszem azt, akkor megvan. Ezt egészen így elhúzzuk, mondjuk így a, nem tudom, 10. rétegig. Ha megnézzük, akkor már kb. Így fog kinézni a sapkánk.
Hát ez egy ilyen top hat, ilyen nem tudom, Don Starvos vagy ilyesmi. Jó, ez is jó lesz, hozzáadjuk. Most ezeknek szerintem textúrákat nem nagyon adtam meg, de el is forgathatjuk akár az egészet. És igazából ezt egy ilyen chiseled-en viccesen lehet alakítgatni. Most ugye látjátok, hogy a forgatás közben hogyan változik itt a monitoron is, illetve a kivetítőn is a dolog. Nekem ez egyébként egészen tetszik. Azt mondom neki megint csak, hogy print. Csak ezért elvélem meg is jelenik. Na, elkészült az első saját modellünk. Ez egy ilyen top hat. Szóval teszünk egy sapkát rá tetejére. És milyen jól néz ki, milyen kis úriember lett tőle, nem? Na szóval az a lényege, mint ugye a Chiseled and Bits-nek, szóval, hogy így bármilyen blokknak, bármelyik textúráját, bármelyik színét meg lehet itt a programon belül írni, és aztán ki lehet nyomtatni, csak ez szerintem azért nem annyira egyszerű, mert ugye, hát így az embernek macerás itt 3D-ben rétegekre bontva átlátni, hogy most éppen mit, hogyan rajzol, sokkal egyszerű megfogni a kis vésült a kezembe, és ugye a már jól ismert Chiseled and Bits moddal, amit mondjuk ebben a sorozatban nem nagyon vettünk elő, de a Sproutban rengeteget beszéltem róla, egyszerűen kifaragni itt szabad szemmel, mint mondjuk a számítógépen belül megcsinálni, azt is ugyanúgy lehet másolni, ezt is ugyanúgy lehet másolni, sokszorozni a végtelenségig, szóval ennek igazából az előnye nem is az lesz, hogy mi magunk tudunk szerintem ilyen modelleket csinálni, hanem sokkal inkább az, hogy letölthetünk már kész modelleket a netről, szóval be is zárom ezt az alkalmazást, és nézzük meg akkor az App Marketet, hogy milyen alkalmazások vannak, ami itt a 3D-vel kapcsolatos. Például itt van ez a katalógus. Ezt letöltöm. És akkor nem csak ezt, mert tudom, hogy vannak még katalógusok, ezeket szintén a játékosok csinálták, mert akkor már lehet, hogy letölthetném ezt a Cubify-t is amúgy. Mert múltkor letöltöttük, igaz, csak nem tudtuk használni, mert nem volt bent az OpenFM mod, amit most képzeljétek, azóta betettem én külön, így hozzáadtam a modpackhez, hát ha már így ennyit írogattam a fájlok között, akkor hozzáadtam ezt is. Ez egy kis mod egyébként, ami valószínűleg most csak ennek az epizódnak az erejéig lesz bent. Mert a következő Space Dragons-os update-től úgyis kiveszik majd belőle ezt a modot, amit én most így pluszba hozzátettem. Ez csak azért nézzük meg, hogy ki tudjuk próbálni, hogy milyen ez az OpenFM rádió, ez a Cubify, hogyha már így szóba jött az elmúlt részekben. Szóval kéne nekünk hozzá egy rádióblokk, hát ennek nézzétek meg, milyen kis alapcraftingja van. Látszik, hogy amit én adok hozzá plusz a modnak, ott aztán nincsenek custom receptek. Szóval ilyenek lennének alapból. Craftingok elég egyszerűek, még egy memóriakártyát is lehet a craftolni. Ez a teljes egész mod, ez egy ilyen kis kiegészítő, tudom, hogy hívják, gyerekmod a dolgoknak, szóval nem egy nagy cucc. Letehetjük a rádiót, ráteszek egy speakert, mert gondolom minél többet teszek le, annál hangosabb a cucc. Egy ilyen kapcsolóval össze tudom ezt a kettőt kötni, össze is vannak kötve, és akkor itt már egy URL-t beírhatok, és akkor azt elvileg elkezdi zenélni, vagy akár a képről is el tudom élni. Ez van ez a memória kártya, ezt hozzá tudom tenni, és akkor le tudok menteni rá a zenéket, aztán majd azokat gondolom újra játszani, akkor is, hogyha esetleg nincsen net kapcsolat. Szóval elvileg letöltődött a Cubify közben, nézzük csak meg, itt is van, és akkor, opa, kevés RAM, hát igen, szerencsétlen gép, hiába tettem bele a lehető legtöbb RAM-ot, még így is szenved szegény. Na itt vannak a zenék, kiválaszthatunk egyet, nyomom neki ezt, hogy lejátszást, teszek rá egy kis hangerőt. Elvileg elkezdte lejátszani, és itt meg is jelenik, hogy játsza. Ennek is van plusz hangereje, de az a baj, ilyen bugos egyébként, ez is szerintem. Mert utána néztem, nem csak nekem nem ad ki semmilyen hangot ez a rádió, hanem másoknak sem. Illetve nekem néha kiad hangot, van egy tesztvilágam, ahol próbálgattam ezt. Ott volt, amikor hangzásra tudtam bírni, de ott se volt egyszerű. Na mindig, letöltök egy másik rádió alkalmazást, hát ha majd akkor az. Nézzük ezt, Simple Radio, na ez. Hát meg se szólal, pedig minden maxon van szerintem, ennek a zenének nem is kell, hogy bekapcsolva legyen. De még így se szól. Tehát a tesztvilágomban ezt meg tudtam szólaltatni, és volt zene. Na mindegy, bágos ez is, mindegy kürtös kalács. Na a lényeg akkor az, hogy megnézzünk egy időjárást, mert már régen néztem, és hát mi havazás mond. Ja, Petersburgban, oké. Okay. Budapest, oké, okay. Pillanatra megjesztett. Hát itt is esőzések lesznek. Az tény! De be itt a minit, hát hétvégén már szép napsütésnek kéne, hogy legyen. Viszont nézzük meg akkor ezt a másik alkalmazást, amit letöltöttünk, most ez egy ilyen 3D katalógus, ahol tudunk az orosz és az angol között választani. Hát maradjunk az angolnál, jó? És akkor innen letölteni olyan modelleket, amiket már korábban más játékosok megcsináltak előttünk. Amúgy ha ez az alkalmazás nem lenne elegendő, akkor le lehet még tölteni ilyen alkalmazásokat, bár ebben is rengeteg modell van, amik közül válogathatunk. Itt tudjuk megnyitni, és akkor legyen, ha frissen letöltött, hát mi legyen, Danger, nézzük meg először azt. Hát ez úgy látom, hogy valami tábla lesz, ja, egy ilyen figyelmeztető tábla, ki tudjuk akkor ezt is nyomtatni, először kiadjuk egy print, és akkor most már itt meg fog jelenni. Ez milyen tábla? Ide ki tudom tenni? Ja, aha, oh, ezt el lehetne vinni például az atomreaktorunkhoz, milyen jól néznek ki ott rajta. Szóval ez egy ilyen figyelmeztető tábla volt, akkor nézzük a következőket. Hát igazából most kinyitottak egy párat, aztán összehasonlítjuk azokat, amiket
kinyomtattam, hogy melyik néz ki mondjuk a legjobban. Na hát itt is vagyunk, ez rengeteg cucc, és igazából alig-alig használt tintát belőle, szóval ez tök hatékonyan dolgozik. Nézzük, mik készültek. Igazából ez itt a nagy különbség a Chiseled and Bits és a 3D nyomtatás között, hogy itt igazából bármennyi ilyen modellt le tudunk tölteni, és ezek baromi jól néznek ki, ez itt például egy kis szintetizátor. Ilyeneket például nem biztos, hogy én meg tudnék magamnak csinálni Chiseled and Bits-szel. Ez itt egy ilyen számzáras felület, ami az űrhajó kilövő állomásunkon szerintem tök jól néz neki. Egyelőre még csak ide teszem. Aztán van itt olyan, hogy telefon. Ez itt egy óra, sajnos sosem mozog, ennél ez a jobb órát is tudunk mi készíteni. Aztán egy Apple logó, ami pont itt annyira nem látszik, ezt nem lehet esetleg valami olyan felületet tenni, ami világosabb? Szóval egy Apple logó, igen, itt már jobban látszik, milyen random hülyeségeket töltöttem még le. Egy kacsa, egy kinyomtatott kacsa, vagy egy loot valami a kettő között. Hát a kertben jó lesz majd dekorációnak. Aztán ez itt egy ilyen mini solar system, tehát ott van a napunk középen, Merkur, Vénusz, Föld, Mars, hát valamennyire talán csak látszik. Hihetetlen milyen beteg dolgok, ezek az összesnek egyébként orosz a neve, tehát hogy ilyen beteg dolgokra is csak egyébként az oroszok képesek, hogy ezeket mind kifaragják, meganimálják. Ez itt hát valami kis sütögető hely, rögtön itt a kacsa mellé tehetjük is. Aztán vannak ilyen több részes darabok. Például ez valami robot akar szerintem lenni. Ez itt a teste, aztán van itt egy kéz, vagy ez a másik oldalára kéz, valahol a keze. Itt van azt hiszem a lába. Szóval akkor ezt itt fordítva kéne feltenni, akkor ez jöjjön ide. És akkor van egy fejrésze is. Úgy érzem magam, mint hogyha legóznék, nem? Tehát ez egy ilyen legó, amit most éppen csinálunk. Ez itt a keze akar lenni? Valahogy így, ha nem teljesen kapcsolódik össze. Jó, lehet, hogy rosszul laktam ki ezt a legót. Van itt még két nagyon hasonló elem, ez egy ilyen kis mini lőtorony. Tehát igen, ilyen, nem tudom, ilyen második világháborús, meg egy random béka. Egy óriási random béka. Aztán ez itt egy ilyen Pac-Man figura. Hát nagyon elcseszett, ezt inkább 2D-be kellett volna ábrázolni, mint egy kis csibe, vagy nem is tudom. Ez itt egyébként egy Portal Gun. Tehát ez is így a Portal fanatikusoknak. Majd valahol dekorációként szerintem ki lehet tenni a házba, aztán le lehet tölteni székeket. Most gondoltok bele, letöltöttök az internetről egy széket, meg egy asztalt, ezt kinyomtatjátok magatoknak. Ráteztek egy Portal Gun-t, és tök jól néz ki. Ja, itt van egy ilyen Oscar díj is. Aj, ez rohadt jól néz ki. Nekem eddig a kacsa és az Oscar tetszik a legjobban. De van itt még, ami nagyon jól néz ki, ez egy ilyen kis miniatűr ágyú. Mint egy kis kirakodó vásár, úgy néz ki ez a pince, szóval rendesen telepakoltam. Itt van még egy valami főző dolog. Cauldron, és vannak benne is dolgok. Egy sima ablak, amit le lehet tölteni. Aztán egy bicikli, egy ilyen háromkerekű, csak hogy nem tudom, valami horrorfilmet is ide képzelhessünk, és igazából most ennyit töltöttem le, csak így ízelítésképpen. Ezeket mind kinyomtattuk a számítógépbe, ezek az internetről jöttek ezek a cuccok. És most itt vannak. A nappalimba vagy, mi ez, dehogy nappali. Szóval, hogy ez mennyire király már. És az ember saját maga is tud ilyeneket csinálni, és aztán feltölteni. És mások meg letöltik. Szóval ezeket majd elviszem, és kidekoráljuk vele a dolgokat, de szerintem egy kis ízelítésnek jók voltak, hogy amúgy mit lehet ezzel a 3D-vel kezdeni. De vannak itt más applikációk is, amiket szintén tök jönne megnézni, méghozzá ilyen játék alkalmazások. Hát nem kell semmi komolyra gondolni, de azért egyet-kettőt letöltök megnézésre, például legyen ez a Raywalk. És akkor ameddig ez töltődik, addig megnézhetnénk egy már alapból telepített alkalmazást a gépen. Ez egy ilyen célövölde, aminek az a nagy különlegessége, hogy nem csak mi tudunk bele kattingatni így, és ezzel pontokat kapni, attól függően, hogy éppen hol találjuk el a céltáblát, hanem ezzel ténylegesen rendesen interaktálni lehet akár egy kívülről is, vagy akár innen rá kattintani, és akkor is kaphatok érte különböző pontokat, vagy ami még jobb, hogy egy rendes íjjal és nyilvesszővel bele tudunk lőni, és azért is kapunk pontokat, ami valami zseniális. Ez például 26-ra értékelte. Tehát itt jön ki igazán a Open Computers-nek az előnye, hiszen így kívülről is tudunk interaktálni az érintőképernyős monitorokkal, és nem csak egy sima programozási felület, vagy egy számítógép a Minecraft-ban, amiben tudunk írni meg letölteni programokat, hanem kívülről is tudunk interaktálni a géppel. Akár ilyen nyíl vesző formájában, akár máshogy. Még nem is csináltunk olyan alkalmazásokat, ahol így érintőképernyőbe kellett kattingatni a képernyő különböző pontjaira, de meg lehet azt is csinálni, mint ahogy ezekkel a veszőkkel is mondjuk, gondoljatok bele, lehetne ilyen céllövészetet csinálni mondjuk haverokkal, így kiépíteni ilyen monitorokat valahová távolba, és akkor rálőni. Szóval ez egy ilyen játék, ami van alapból telepítve, de most letöltöttem ezt a Raywalkot, ami meg egy ilyen rendes 3D-s játék. Mondjuk ilyen beta fázisban van még, szóval annyit tudunk benne csinálni, hogy sétálunk előre,
és lövünk, meg forgunk, körbe lehet nézni. Hát ez ilyen dúmos, vagy hát ilyen, tudjátok, ilyen, hogy a régi játékok működtek. Lehet fegyvert váltani benne például, meg van ott egy térkép, ami alapján tudunk mozogni, és járkálni a térkép különböző pontjain. Csak az a baj, hogy ellenségek sajnos még nincsenek benne, pedig milyen jó király lenne. Lehet azt hiszem ugrani is. Hoppá, hát jó, ugrani ne próbáljunk meg, mert azt már a RAM nem bírja. Na, szóval itt vagyunk újra, de hogy akkor tudunk így lőni, és akkor milyen fegyvereink vannak, volt ez, ezzel is tudok lőni, csak mire, nincs még mire lőni. Meg ez nem tudom micsoda, de ezzel is tudok lőni. Jó, szóval, hogy így ezekkel tudunk mozogni körbe-körbe, aztán tudunk egy ilyen iránytűt elővenni, és azzal is így esetleg körbenézni. Meg érdekes, hogy kívülről is tudok kattingatni, és akkor is lő egyet a fegyverrel. Mi akkor, hogyha most belelők egyet a monitorba. Akkor is, ez egy kattintásnak érzékeli. Tehát úgy lövök a játékba, hogy lövöldözöm a monitort egy íjjal. Oké. Aztán van még egy másik alkalmazás is, amit letöltöttem, és egy ilyen 3D teszt egyébként. Nem tudom, hogy pontosan minek indul, de azt tudti, hogy lehet lehelyezni benne blokkokat, mozogni szintén csak ebben a világban, különböző fényerősségeket hozzáadni, aztán elvenni blokkokat, aztán újra hozzáadni blokkokat. Szóval olyan érzés, mintha egyébként az ember Minecraft-ozna Minecrafton belül, csak valami nagyon-nagyon alfa fázisban. És itt valahogy így megpróbálok így beljebb jönni. Szóval itt például látok egy lyukat középen, megpróbálok oda betenni egy blokkot, be is tudtam tenni egy blokkot, aztán tudok itt építkezni benne. Hát szóval ez egy ilyen nagyon fura dolog, ahhoz képest, hogy itt vagyunk alig-alig mérhető RAM-mal, meg pixelekkel, egy ilyen számítógépen, egy másik videójátékon belül. Milyen érdekes háromdimenziós hatásokat, meg dolgokat meg tudunk jeleníteni benne. Jó, hát a renderrel tényleg vannak gondok, az tény. De még kiütök onnan két blokkot, így, és akkor csináltunk egy ilyet, nem tudom, megnéztük ezt is. De meg lehet egy házat építeni belőle, vagy ki tudja. Aztán van itt még egy érdekes alkalmazás, ez a Stargate. Ez ennek segítségével hozzá tudjuk kötni a Stargate-jeinkhez, ez az applikációt, meg aztán ezen keresztül a számítógépet is, és akár innen gépről irányítani azokat, hogy éppen hova szeretnénk menni. Tehát ez például tök jó lenne összekombinálni a kilövő állomásunkon megépített Stargate-tel, és akkor mondjuk egy ilyen nagy átfogó komputeres rendszerrel irányítani őket, hogy mikor melyik Stargate-hez nyisson kaput. Meg ezen kívül vannak egyébként ilyen Stargate upgrade-ok, amiket meg tudunk irányítani vele. De össze meg kell csinálnunk magát, ezt a Power Unit-ot, és ezt a Stargate interfészt is, amin keresztül tud kommunikálni a számítógépes rendszereinkkel. Ez a kettő megvan, vihetjük is. Na itt is vagyunk, és akkor ide ismételten megépítettem egy újabb számítógépet, itt van a monitor része, és a gépház az pedig itt lent, és akkor innen vannak bekötve a kábelek ide, ebbe a csatlakozási pontba pont hozzáér a Stargate-ünkhöz, szóval letöltöttem itt is ezt a Stargate applikációt, amit meg tudunk nyitni, és akkor kirajzolódik ez a Stargate forma, itt gondolom be tudunk neki állítani konnekciókat, hogy mire csatlakozzon. Na várjátok, kiolvasunk akkor innen a telefonunkból egy címet, mondjuk legyen a Space Stationünk. Space Station, és hogyha most rányomok a Connect-re, elvileg már el is kezdett töltődni. De jó, tehát innen kattintva el tudtam indítani a Stargate-ünket, és ott van az, hogy mennyi energia kell hozzá, meg gondolom, még tudom bővíteni ilyen Iris upgrade-dal, és akkor, ha ezt így jobbklikkelek vele, akkor tessék, van egy ilyen Iris-a a dolognak, és akkor szintén innen tudom mondjuk kibekapcsolgatni. De tök jól néz ki, hogy villannak fel közben itt is a lámpák. Jaj, de ez valami iszonyatosan jól nézett ki, hogy beszáródott. Szóval igen, van egy ilyen Iris upgrade, ami gondolom meggátolja azt, hogy ne legyen mindig bekapcsolva, vagy kicsukva, vagy nem is tudom igazából ennek mi értelme van. De az biztos, hogy jól néz ki, hogy ez kibezáródik, olyan, mint egy nagy kamera. Ja, itt is van. És tök jól nézett ki, hogy itt is felvillant. Tehát megvan csinálva neki az animációja. És akkor itt be tudunk menni, ugye nyilván át a Space Station-ra. Szóval így működik ez a Stargate-es applikáció, és akkor kb. Ugyanígy kell elképzelni a reaktoros kontrollt is, azt is ugyanígy lehet érintőképernyőkön keresztül variálni. Szóval annak is beállni ilyen mindenféle paramétereket, mert hogyha ott tartunk, hogy ilyen komolyabb reaktorokat építünk, akkor biztos, hogy le fog tölteni hozzá is egy applikációt. Vagy akár mi magunk is csináltunk, csak az meg tutoriálokat kell nézzem. Szóval, ja, jól néz ki, beadhatom aztán később az összes eddig itt felírt kapcsolatunkat, tehát a másik bolygókra is ugyanúgy tudjunk menni. Egyelőre megszakítom most ezt a kapcsolatot, és akkor nézzük, hogy ez hogyan fog kinézni. De eltűnik, az is eltűnik, és akkor ezt be is tudjuk így zárni. Hát mennyire király egy 10-es skálán? Át se tudok így menni? Át se tudok így menni rajta?
Jó, hogy nagyon tetszik, oké, tehát ez a, nagyon jó. Nem a legpraktikusabb közlekedési módszer, továbbra sem egyébként a Stargate. Tehát, hogy megint csak a Draconic Evolution-nel egyébként haladhatnánk sokkal gyorsabban is. Teleportálgathatnánk ide meg oda. De az a helyzet, hogy ez annyira jól néz ki, hogy én nem tudok megválni a Stargate-jeimtől, meg ha már képítettem egy ilyen hálózatot, akkor szerintem leszek annyira mazoista, hogy csak azokon keresztül fogok menni. Egyébként lejeztem ide ezt az Evolved Skeleton Boss-t, és látjátok, továbbra is ott van a boss párja. Amit én próbálgattam azóta, továbbra is ilyen resource pack-ekkel, ilyen-olyan dolgokkal eltüntetni, hogy ezeket a bosszokat is letehessük, és ne legyenek szavorúak mégis a boss párok. Na most, resource pack-kal nem sikerült, de találtam rá egy modot, ezt javasoltatok egy modot, amivel el lehetne tüntetni. Úgyhogy igazából csak meg kell nyomnom az F8-at, és ezzel a móddal, amit most feltelepítettem, eltüntettem a boss párt. Ami tök jó. Csak az a baj, hogy ha megfigyelitek, nem csak az tűnt el, hanem az életeim és az armor csíkjaim is valahogy így ilyen átlátszóak lettek, ilyen félig, ilyen págosan megjelenítődtek, szóval ez ilyen... Ez így mi? Jó, ez engem inkább jobban zavar, mint sem az, hogyha ott lenne az a boss pár, szóval ez a mód sem megoldás arra, hogy eltüntessük ezeket a boss párokat, szóval ezzel még továbbra is variálnunk kell, de bár valami előrelépés talán, már valami előrelépés. Csak ne tüntetnél félig a szíveimet. Kár, hogy egyébként majdnem minden, amiben eddig belefogtam, az arról azt kellett elmondanom, hogy tök jó, abszolút jól működik, csak bágos. Ez is, az ötlete, az alapkoncepciója tök jól működne, hogyha nem lenne fenn még mondjuk legalább 200 másik mod mellettem, és emiatt összességképpen bágos lesz ez is, vagy nem tudom. Na mi van, Görény, te legalább nem vagy bágos, vagy igen? De amúgy te is bágos vagy, azt érzem, hogy szomjas vagy, és a rendszer még nem jutott meg téged, hát akkor te is egy nagy bug vagy. Igen, erre nem tudok haragudni, mert te túl szép vagy. Szóval köszönöm szépen, itt voltatok erre az epizódra, és akkor találkozunk hamarosan egy másik részben. Oda már inkább egy kis felfedezést terveztem, mert azóta egyébként videókon kívül találtam még érdekes helyszíneket, amiket a következő részben mindenféleképpen meg fogunk nézni, szóval tartsatok ott is velem, addig is pedig minden jót, és sziasztok!